Na hát, vissza is tértem, itt vagyok. Ez még az előző videómnak a folytatása. Na, most egy kicsit bepörögtünk, semmi gond. Közben nézek egy órát, azért pörgött el az egér. Na szóval betörtük a kaput, ugye az ágyúval. Hát az ellenség elég szépen fölállt, azt kéne megni. Ugye mindig azt érdemes azt a vár részt lőni, vagy fal részt, ahol a falon állnak, és egy ágyú palánk falat pillanatok alatt töri majd be. Hát nem szép, tudom, nem szépek ezek az egységek, de szeretem nézni, amikor betöltik az ágyút. De most nem fogom nézni, mert nincs textúra rajtuk. Na és itt már lehet gondolkodni, hogy hogyan próbáljuk meg bevenni a várost, megmondom őszintén. Ebben a módban fogalmam nincs, mert lőfegyveres gyalogsággal én nem nagyon tudok. Hát az Empire-ből ugye teljesen másod oldalán meg. De itt, na, ott látjátok már, ahogy, tehát három lövés, négy lövés alatt a fele gyalogságot elpusztítottam, tehát ott nagyon sokan meghaltak. Hát 30 satszolok, és már be is tört, ott látjátok is. Ezek hajduk lesznek szerintem. Egy... És akkor érdemes még ezt is kitörni, ne okozzon később gondot. Megmondom őszintén, hogy be fogom áldozni a román lovasságot, a lovasi íjászokat. Úgyse érnek sokat az én szememben. Nem akarok semmit mondani, de úgyis sejtítitek, hogy miért. Aztán, hát a horvát, a rátukat hagyom majd későbbre, ők többet érnek a szememben. És megpróbálok majd, megpróbálom a zsoldosokkal, hát a zsoldosokkal bejutni. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e, komolyan mondom. Megpróbáljuk őket ide elhozni. Ugye futni csak a 100 milícia tud, mert ők nem tudnak. Ők alabárdosok, és nem pikások. Ugye egy pikás alakulat, majd itt látni fogjátok. Ugyanúgy. Ó, hoppá. Ezt elcsasztam. Mindig leállítjuk ezt a támadást. Hát besétáltak az ágyuk vonalába. Semmi gond. Leállítottuk gyorsan a támadásokat. Ugye itt az ágyuknak van ez a shrapnel-szerű verziója, ezzel megkínáljuk a... Hát székely pikásainkat, sajnos saját magunk, saját nemzetiségünket is ütni kell néha. Ez a szomorú. Ha tehetjük a... Én tehetem, elkerülöm ezt. De tudom, egy játék nem erről szól, de akkor is. Aztán ugye a horvátokat innen hátrúzzuk, mert ebből csak a baj lesz, már érzem. Az ágyukkal hiába, és az ágyuk nagyon lassan lőnek. Itt látjátok, most rapnát lő, tehát ott mi szépen beteríti. Csak hát nem esett el senki, ez elég nagy hiba. Kettő ember mindössze. És akkor mondjuk, na itt vannak a hajdúink, ezeket ide felállítom, innen megpróbálom lőni az ellenséget. Kíváncsi leszek, hogy hány perc alatt fogok végezni. Láthatjátok, ugyanaz a felállás, mint a Med-2 hosszú lángyás alakulatainál. Nagyon jó, megvan. Szépek az egységek, azt kell mondjam. Na nézzük. Az ágyuk csak hadd lőjenek. Hát ezek az íjászok, ezek dolgoznak nagyon. Na, úgy látom, lőnek valamit. Csak ugye fölfelé kell nekik lőni. Ez az, terítsétek csak őket. Nagyszerű. Nos. Itt is van egy lyuk, egy rés, úgyhogy ide megpróbálok innen is belővetni. Aha, lőnek, jó van. Csak középen
lőnek. Csak az első sor. Nem. A második sor is. Tizel. Hát érdekes mindesetre. Hát lőnek. Jó, az a lényeg. Lőnek. Közben az ágyuk okádják a srapnelt. Vért nem látok. De biztos van. Na, ti? Ti se lőttök. Jaj, nincs kit? Persze, mert itt van az egység. Hát akkor álljatok ide. Úgy. Ez itt mi? Pikások. Őkkel, ők az alabárdosaink. A 100 milícia. Hát szerintem ők lesznek a legjobb használhatók majd egy várostromban. Hát ugye mivel milícia, ők városok védelmére lettek kifejlesztve. Ugye az alabárdos tipikusan védőfegyver, főleg városok idején. De szerintem támadásra is a legjobbak lesznek majd egy várostromnál. Hát meg persze az ágyuk, tehát ezt mondanom sem kell. Hát nézzétek az ágyuk, milyen pusztítást vittek végbe. És hogyha hátrább tesszük a tüzüket, akkor még a huszárokat is felaprítják majd nekünk. Hát ez egy hosszú csata lesz, de most már fel kell látni. Most már ráfordítottam az időt. És nem akarok hosszú videókat feltenni az elején, meg nem is engedné a YouTube szerintem. De megpróbálom kihasználni a maximális időt, amit enged. Hát ilyen 15-18 perceket az elején. Aztán a későbbiekben majd talán nem sokára fél egy órás videókat is tudok majd feltölteni. Na, térjünk vissza a csatára. Itt mi a helyzet? Úgy látom, hogy elmentek az ellenség, igen. Itt most bemennék, akkor felaprítanák. Tehát a sima muskétásokat pillanatok alatt felaprítják, de megpróbálom az alabárdosokkal. Oda nézzetek, tehát gyönyörű. De ez... Ja, hogy elváltott. Ja, kifogyott a srapnelből, azért váltott vissza a tűzre. Nagyon jó. Ez nagyon szépen megvan. Inkább lőjöd a hátrafelé. És rendes golyóval. Na, az alabárdosok behatoltak. Kár, hogy nincs olyan fedező alakzatuk. Ide húzzuk őket. Most hogyha kivettem... Nem, jó. Pikásokat hívunk ide, ők... Itt lovasság van, akik ellen a muskétásokkal nem sokat fogok érni. Szerintem. Hát jó az ászlók azok. De ötletes, tehát a tűzzel vasalból tudjuk, hogy... A lengyel lovasok... azok nagyon szerették ezeket a lándzsára kopjára hegyezett zászlócskákat, és ebből azonosították maguk egymást a harcmezőn. Húha, ezt nem is néztem, hogy itt még ennyien vannak. Sima román lovasság, akiket majd simán szét fogok szerintem verni. Esélyük nem lesz. Csak már tudjam megvetni a lábamat magában a városban. Én mindig maximum egység létszámokkal játszok, ennek van értelme számomra. Nem szeretem, amikor ilyen 40, meg 20 lovas van egy egységben, meg 40 gyalogos, mert az annyira történelmhűtlen számomra, tehát annyira nem igazodik a történelemhez. Ez sem mondjuk, hogy 160 ember van egy pikás alakulatban. De mondjuk én nálam az Empire-ben már, meg egy-két módban, amiket utána saját magam alakítgattam, hát bizony ott már nálam volt, hogy a például az Empire-ben pikásaimnál ott 750 pikás volt egy alakulatban, meg 600 milicista, meg 500 muskétás, meg tehát sokan voltak. Be kell hatolnom a városba a muskétásokkal. És azt hiszem, hogy
Itt az ideje, hogy a huszárokat. Hát itt szerintem az eldőlt itt, hogy bejutottam-e vagy nem, mert hátulról a pikások bedarálják őket. Így van. Na hát és megjöttek. Jó, és most van az, hogy az új ebből a pikás alakulatból ide felhúzzuk a falat. Ha fölengedi persze, de nem tudom, hogy és fölengedi, jó. Őket ki is, őket is beállítjuk ide falnak. Megállítjuk a többieket. Nem szabad elkapkodni, ugye az ágyuk ki is fogytak, amit látjátok. Hát... ez túl elhamarkodott volt az a roham. A battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Visszahívjuk a lovasságot. És ezzel csapdába csaljuk. A pikásaimra húzzuk a... kár, hogy az alabárdosok állnak előre hívjuk a székelyeket is, ők nincsenek fal alakzat beállítva, hogy gyorsan mozognak, és mire előre érnek, már falba is állítom őket, és így felnyásolunk mindenkit. Így. Nagyszerű. Jó lenne ilyenkor, hát ilyenkor lenne a legjobb az igazi lovasi ászgyalogs, vagy lovasság, hirtelen akartam mondani. Ővelük nagyon könnyen. Tehát itt felállítom a pikásaimat, és a lovasi ászok pedig innen hátulról, mint látjátok, szépen aprítanak. Kicsit az a baj, hogy nem tudnak rendesen célozni a fal miatt. Na, itt lehet látni, hogy a pikások ellen a lovasság mit sem ér. Hogy sorra esnek el. Úgyhogy a gép hibája ez, hogy ez a szokásos. Tehát mindenki így játszik, gondolom én a Med 2-ben, hogy az ostoba gépet használják ki. Ja, és azt hozzá kell tenni, hogy ugye médiumra állítottam. Hogy azért lássátok, hogy milyen médiumon, mert én mondjuk médiumon nem szoktam játszani, csak hát minimum hardon, tehát még a kampányt is minimum hardra állítom, de a csatákat általában very hardra szoktam állítani, mert annyira könnyűek, hogy egyszerűen már akkor nem jelentettek kihívást, és most már mindig, hogyha el is bukom a kampányt, akkor is very hardra állítom a csatát legalább, és hardra a kampányt. És most letámadok mindenkit. Már pillanatok alatt át fogok törni. Már nincsenek, amíg nincs az ellenfélnek pikás, de pont a pikásaiba futottam bele, ha jól látom. Tehát innentől tükrás van. Látjátok is, hogy meg is törtek pillanatok alatt. Hát ez egy félelmetes roham. Már mindenki jön. Tényleg egyedül az ágyukat kivéve nem támad senki. Egyedül az ágyuk nem támadnak. Jó, itt egy kis megtorpanás lesz. Friss csapatokba ütköztünk. De ez se számít nagyon. Már vezérek, mindenki bejött a városba. Szépek a városok, ez ugye nem változtattak semmit. Szokásos. Nekem tetszenek ezek a Med 2-es városok. Jól néznek ki. Szebb is lehet meg grafika. Na, levágták a zenemit. Hát azért így is negyed órás lesz lassan ez a csata. Úgyhogy... hajduk, jó, szépen meg vannak csinálva, itt látjátok az ellenség hajdúinak
szabjáit. Aztán. Jók ezek a lovasi jászok. Pikások, hát mondjuk ezek ahogy ide felálltak, már sok jóra nem számíthatnak szerintem. Itt azért elakadtunk ezekben a pikás hajdukban. De nem sokáig szerintem. Aprítják őket rendesen. Meg közben lőnek, tehát itt hullik mindenki. Jó ez, hogy nem kell mindenre egyszerre figyelni egy csatába. Be kell állítani a megfelelő kapcsolókat, és kiadni egyetlen, vagy talán egy parancsot, vagy kettőt. És a többit szinte emberveszteség nélkül végezhetjük el. Hát nekem itt azért lesz veszteségem, mert siettem. De látjátok, hogy így is minimálisak a veszteségeim, tehát... ahhoz képest... tényleg semmi. És már itt is vagyok a főtéren. És elfoglaltam. Már csak egyetlen... kettő ember védi, egy. Kész. Na hát ennyi lenne akkor egy csata, egy várostrom bemutatja. Hát nem akartam taktikákat nagyon mutogatni. Elégedjetek meg azzal, hogy láttatok az egységeket harc közben. Majd még kampány során lesznek komolyabb csaták, amiket tényleg végig fogtak látni. De most nem volt időm hosszabb videókat készíteni, ezért nem láttátok az összes... vagy hát nem láttatok egy taktikus csatát, de így is azért szerintem szép kis csata volt, és az tényleg minimális veszteség. Hát jó, itt lehet látni, hogy az egyik egységünk, ezek gondolom a szászok lesznek, igen, a szászalabárdosok, a milicisták, azok, hát ők voltak a zék. Tehát ők támadtak, ők védekeztek, ezért szenvedtek ekkora veszteségeket. Na mondjuk erre a jelenetre én például nem is emlékszem. Ez szerintem nem a tűzzelvas regény trilógiából van ez a rész. Na, közben még azt azért bemutatom, hogy elfoglaljuk a várost. Hát én azt a várost kifosztom. Úgyis megkaptam a 2500 aranyomat. És itt is mentek egyet, mert hát ha a törökök támadnak, amit én nagyon nem szeretnék. De hát ki tudja, hogy támadni fognak, de ez majd a következő körben fog kiderülni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!